terelgetni, felgyorsítani, stb. Nem szabad azt várni, hogy azért, mert én nagyon meg vagyok győződve az igazából, azt holnap mindenki el fogja fogadni. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Én köszönöm, szervusz. Önök Filipov Gábort, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját hallották. Igenis. Jó reggelt kívánok, vonalban Bezzeg Attila. Ha valamiért jó, hogy van, vagy volt, vagy lesz, a lesz az talán nem, a pandémia, az te vagy, mert ha nincs pandémia, én soha nem ismerkedem meg veled, sem veled, sem a feleségeddel, és hát azt kell, hogy mondjam, anélkül, hogy félérthető legyek így ilyen péntek reggeli udvarlásnál, hogy nekem nagy élmény, hogy nem az, hogy felhívhatom Bezzeg Attilát, mert az is egy nagy élmény, de az ismerettség az mindenféleképpen. Ez egy belőlem kikívánkozó vallomás volt, remélem nem félreérthető módon. Így aztán annyira nem lepődtem meg, amikor tegnap küldtél egy SMS-t, annak a tartalma inkább, azt most nem fogom idézni, de az az a volt kapcsolatos, hiszen te a Kejfej Jancsiban már beszámoltál arról, hogy laboratóriumi orvosként kötelezettségednek érezted azt, hogy az oltásban részt vegyél a szűk keresztmetszet okán, mármint hogy kevés orvos áll rendelkezésre, és ez egy sor tapasztalatot biztosított, elmondtad, hogy egy olyan intézményben dolgozol, amelynek a vezetőjét te ismerted, és megegyeztetek, és ott dolgozol rendszeresen. A tegnapi SMS az azzal volt összefüggésben, hogy olyan plusz feladat tűnt fel a látóhatáron, a szó szoros értelmében, amivel te nem voltál tisztában, amiről egyáltalán nem tehetett a rendelőintézet, és ami a hazai adminisztrációnak és egyáltalán a hazai állapotoknak a következménye, részint összefüggésben a pandémiával, részint pedig nem, és hogy közelítsünk ahhoz, ami a konkrét dolog volt, itt van előtt ugye arról van szó, hogy Görögország például a második oltás beoltása után el kellene tennie 14 napnak, hogy elfogadják az állami szerv által kiállított oltási igazolást, angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelven. Tehát az oltási igazolást le kell fordítatni ahhoz, hogy az illetőt, és ugye ez már a turizmusról szól, beengedjék az országba. Az oltási igazolás az a pecsétes papír, amit oltás után rögtön az oltóponton kaptunk. Nekem is van ilyen. A védettségigazolvány pedig a QR kóddal ellátott plastikkártya, amit postán kaptunk, meg rövidesen azt is felmutatom. Ha utazni szeretnénk, érdemes mindkét dokumentumról hiteles angol fordítást készítetni, sőt hasznos, ha minden papíros dokumentumot lamináltatunk, így a pecsét és a tinta is látható marad, nem fog elázni, gyűrődni. Az ember egyébként ezt nagyjából úgy olvassa, hogy egyszerre gondolja komolyan, és egyszerre, hogy ez tréfa. Görögországban külföldieknek kötelező egy utasazonosító űrlap benyújtás, amelyben oltások állapotára és védettségükre vonatkozó adatokat kell megadniuk. A görög hatóságok a COVID-19 betegségen átesett személyek állami szerve által hitelesített igazolását is elfogadják. Azonban készüljünk arra, hogy a görögök fenntartják a jogot, hogy az igazolás bemutatása ellenére is gyors tettet, vagy PCR-tesztet végezzenek szúrópróbaszerűen, és ez a papír még azt is lehetővé teszi. Ezt is megmutatom a kamerának, hogy Certificate of SARS-CoV-2 Vaccination címmel a legkülönbözőbb
ilyen nyomtatványokat lehet kinyomtatni. Information of the beneficiary, vaccine information, the vaccine was administered into the date of the next vaccination, the name and address of the healthcare service provider, amit nem tudom, hogy kinek kell kitöltenie, de az egész, az kezd egy ilyen, hát tengeri kígyóvá alakulni. Van benne valami unikálisan magyar, de amikor egyszer csak azzal szembesültél, hogy neked az ég egyet a világán semmilyen orvosi tevékenységed nem kell, hogy legyen, ám de az adminisztrációs tevékenységed az pillanatok alatt még nagyobb lesz. Valójában ez volt az, ami tegnap föltűnt a látóhatáron, és ettől lettél enyhén szólva ingerült? Hát, ugye egy ilyen autóközpont van, a tevékenység az már csak azért is, mert már több hónapja alkalmunk van megfelelő mennyiségű tapasztalatot feltenni, meglehetősen szervezett, tehát az azt jelenti, hogy ott nagyjából pont annyi ember várakozik, aki a következő két-három alkalommal sorra fog kerülni, illetőleg azok az emberek, akik megkapták a védőoltásukat, és arra várnak, hogy leteljen az a 15-20 perc, ami az oltás után kell. Tehát ennek szerint hirtelen nagyon feltűnő válik az, hogyha egyik a másikra megduplázódik, megháromszorozódik az a ember mennyiség, aki a váróteremben. És ez tegnap következett be? Elkezdett emelkedni az ott levő emberek száma, és akkor itt kíváncsian érdeklődtünk, hogy mi történik. És tulajdonképpen az történt, hogy azok a személyek, akik ezen a oltóponton korábbiakban megkapták a védőoltásukat, megkapták a második védőoltásukat. Tőled vagy mástól? Igen, sokan dolgozunk ott. Azok újra megjelentek ezen az autóponton, és egyrészt azt kérték, hogy adjunk nekik egy angol nyelvű igazolást a korábban beadott oltásokkal kapcsolatban, melyik nekünk akkor nem állt rendelkezésre, mert azt sem tudtuk, hogy van ilyen. Mikor volt először? Tessék? Tegnap. Tehát akkor még nem volt náluk az a papír, amit én kinyomtattam? Tőlünk kérték, mi nem hogy ezt, ehhez mi honnan jussunk hozzá, aztán későbbiekben kiderül, hogy a turizmus.hu, vagy nem tudom, valami hasonló oldalról PDF formátumban letölthető, ami egyébként semmi más, mint a meglevő magyar nyelvű oldási igazolásnak a szó szerinti fordítása, és még struktúráltan, tehát szerkesztési szempontból is pont ugyanúgy néz ki, mint a magyar nyelvű. Ezt akkor az ember neki fog és kinyomtatja, illetőleg ott a erre jelentkező személyek egy része már kinyomtatott állapotba hozta magával, mások pedig hazamentek, kinyomtatták, visszajöttek. És tulajdonképpen itt az történt, hogy a meglevő korábbi oltási igazolásukról az ott levő adatokat az adminisztrációval foglalkozó kollégáim átírták erre az angol nyelvűre. Ünnepélyesen lepecsételtük és aláírtam azokat a dátumokat, amikor az illető megkapta az első, illetve a második. Ebben valójában a pecsét és az aláírás, de különösen a pecsétnek van jelentősége, mint egy ilyen jelleg. Nem tudom, minek van jelentősége, de mindesetben aktív lepecsételt és aláírt dokumentumot kér. Igen, hát itt van, the signature and the doctor's stamp of the responsible doctor, which is... Igen. Most ugye itt fölmerült akkor még, hogy ki a responsible doctor, hogy ki a felelős orvos, aki ezt a történetet alá kell, hogy írja. Ugye első menetben azt gondolták többen, hogy ennek annak az orvosnak kell lenni, aki ténylegesen beadta azt a bizonyos vakcinát, ami úgy egyébként így két hónapos távlatban elég nehezen reprodukálható, mert nem feltétlenül érhető el mindenki, aki akkor volt, és ez egy elég komoly logisztikai feladatot jelentett volna. Hál' Istennek rájöttünk mi is arra, hogy az ide vonatkozó, egyébként nehezen megtalálható bármilyen jellegű utasítás vagy utalás, az azt is azt tartalmazza, hogy ezt aláírhatja tulajdonképpen másik orvos, aki az autóponton dolgozik, illetve egy idő után kiderült, hogy a házi orvos is kiállíthatja ezt és aláírhatja. Ugye ennek az egész dokumentumnak a kiállításának az alapja az, hogy az illető beadott személynek a kezében van egy ilyen igazolás, ami vagy megvan neki, vagy már eldobta, mert többen úgy gondolták, hogyha kapnak egy ilyen védettségről szóló plastikát, egy igazolást, akkor tulajdonképpen arra az igazolásra, amit az oltásnál kaptak, nem feltétlenül van szükség. Találkoztam több olyan személlyel, aki elhagyta, eldobta, szándékosan eldobta, mert úgy gondolta, nem nincs rá szüksége. Egy erre van szükség, illetve hát van még egy megoldás, az egységes egészségügyi szolgáltatói térben, az ESZ-ben mindenkinek a dokumentuma
ami beletörténik egészségügyi vonatkozásban fenn van, ennek megtalán két oltási igazolás, vagy oltási lapja is fent van, ami összes ide vonatkozó információt tartalmazza. Jó, csak ugye itt a sokféleség és a sokaság az kivételesen nem gyönyörködtet, hiszen ha jól tudom, akkor az utazáshoz majdan vagy most alapvetően az az oltási igazolvány kell, amely oltási igazolványt úgy találták ki, véletlen vagy nem véletlenül, megfelelő rész aláhúzandó, hogy azon azok az adatok, amelyeket itt egyébként neked fel kell tüntetni, szándékosan vagy nem szándékosan nem szerepelnek. Magyarul a papír mennyiség növekedése az szoros összefüggésben van azzal, hogy valami olyasmit találtak ki, amit nem véletlen találtak ki, de amit adott esetben mégsem találnak elegendőnek. Jól beszélek? Igen, arról van szó, hogy ez tartalmazhatná minden további nélkül az a dokumentum, ami egyébként a védettségről szól, de nem tartalmazza, illetve ebből az ESZ-ből tulajdonképpen bárki le tudná tölteni egy véleményem szerint egy pár órás informatikai fejlesztés után. Ezt a, de valószínűleg egyszerűbb elmenni hozzád, vagy hozzátok? Nyilván oda jönnek a beoltott személyek, akkor meg fogják kapni ezt a dokumentumot, csak ugye azt látni kell, hogy más oké, rendben van, de még mielőtt ez a hihetetlen készségességed megnyilvánulna, áruld már el nekem, hogy te egyébként arról megbizonyosodtál-e, hogy ez a certificate, ez egyébként egy hivatalos nyomtatványa, és ha igen, akkor neked ilyet módodban áll kiállítani. Hiszen aki kiállítja, hiszen amit kiállítotok, az semmi más, mint a kérjük hozza magával ezt az oltási emlékeztető kártyát a következő megbeszélt időpontra, amit én még annak idén a Honvéd kórházban kaptam, amiben szintén kizárólag ékes magyar nyelven benne van, hogy mit és hogyan kaptam, különböző kódok vannak benne. Ezt követően az ember kap egy oltási igazolványt. Majd kiállítja ezt a certifikátet arról, amiről kiállítja, és akkor az ember nagyjából elképzeli, hogy a görög vagy bármilyen határon papírok sokaságát mutatja az egyre nagyobb zavarban lévő határőrnek, akinek halvány lila gőze nincs, hogy micsoda, mert még a plastikkártyát valahogy tudja kezelni, ha egyáltalán le tudja olvasni, de ezekkel a papírokkal nem tud mit kezdeni. Erről nekem a nemzetközi jogosítványom, az International Driving License-em jut az eszembe, amit az amerikai Egyesült Államokban megmutattam, ami azt hiszem oroszul és magyarul volt kitöltve még a 80-as években, olyan volt, mint egy harmonika, ránéztek, és mindjárt gyanús lettem, de amikor látták, hogy ez valójában tényleg egy hivatalos papír, csak éppen nem tudták elolvasni, akkor azt mondták, hogy menjek Isten hírével, mert nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát ez a rengeteg papír, ez valójában, ez mégis mi? Hát, igazándiból nem, tehát gondolom én ez egy magánokiratként szerepelt, de kettőnk közül te vagy a jogász. De te például azt tudtad, amikor először aláírtad és lepecsételted, hogy neked ez jogodban áll, hogy egyáltalán megteheted azt, hogy ezt kiállítsad és odaadjad az illetőnek? Az orvosi tevékenységbe beletartozik az, hogy bizonyos korábbi beavatkozásokra bármire igazolás, hasonló magánokiratokat előállít, aláír és kiad. Az emberek egyébként megmondták, hogy ez alapvetően utazáshoz kell, tehát elmondták, hogy ez miért szükséges. Elmondták, hogy arról van szó, hogy ők szeretnék elhagyni, mit tudom én, utazni, nyaralni, bármi egyéb célból átmenni a határon, és úgy hallották, hogy azok az országokban, ahova szeretnének beutazni, ha egy ilyen dokumentummal érkeznek, akkor a beutazásuk az könnyebb, mint hogyha ilyen dokumentum nem lenne. Ennek következtében mi nem tudunk más tenni, vagy megjobban az orvos kollégáim ugyanígy vannak ezzel, mint hogy megnézik a forrás dokumentumot, az alapján kiállítják az új angol nyelvűt, és szépen aláírogatják, lepecsételgetik, és odaadják neki. Ez csak ugye annyiban okoz némi gondot, hogy tulajdonképpen nem ez a célja egy oltóponton ott erő személyi állománynak, hogy ilyen dokumentumokat utólag kiállítgasson, és belegondoltam abban, hogy hát nem tudom, a beoltott 4-5 millió személyből hányan kívánnak utazni, de hogy ők tulajdonképpen az oltások után még egyszer megjelennek akár a házi orvosnál, akár az oltóponton, tehát ahol korábban megkapták az oltásukat, akkor ez egy olyan terhelést jelent, ami nem feltétlenül áll arányban azzal. Szóval úgy érzem, hogy ez méltánytalan, hogy egy ilyen... Tehát terheléses támadás nem csak az informatikai rendszerben létezik, hanem létezik más módon is. Igen, így van.
egyértelműen felhívtam a Navracsis Tibor figyelmét, hogyha van ideje, kedve, akkor hallgassa meg a kettőnk beszélgetését, hogy aztán tovább tudjuk folytatni. Van ebben valami tipikusan magyar, ami azért nagyon furcsa, mert hát a 24. századot festette fel előtted Filipov Gábor, veled most visszajöttünk a 21-be, ha nem a 20-ba, aztán majd, hogy Navracsis Tiborral hol kötök ki, azt nem tudom. Nagyon rossz hatást gyakorolt rád tegnap az, amit tapasztaltál? Hát, egy pár percig mortosak voltunk, mert úgy éreztük, hogy méltatlan az a helyzet, ami elé gyakorlatilag kerültünk. Maga a hivatalos apparátus azt, hogy ez bekövetkezhet, vagy be fog következni, arra egyáltalán nem hívta fel a figyelmeteket? Senki nem tudott róla, hogy van egy ilyen helyzet. Egyszer csak megjelentek az emberek, és ugye első menetben nyilván reflexszerűen minden ilyen hivatalosnak tűnő helyen van egy ilyen azonnal hajtsuk erőket magatartás, de aztán pillanatokon belül kiderült, hogy teljesen jogosan vannak ott, és abszolút mértékben indokolt, és akkor utána megpróbáltuk kitalálni, hogy akkor hogyan mondjuk meg ezt a dolgot. Lévén a nyomtatónk sincs ezen a helyen, tehát nem tudunk kinyomtatni semmilyen papírost, ezért kénytelenek voltunk elküldeni őket, hogy hozzanak egy kinyomtatott változatot, és akkor utána azt megfelelő módon ellátjuk pöcsétekkel, aláírásokkal, és így tovább. Ma abban a formában vagyok, hogy szerintem annál különbözőt, mint amit te mondtál, én nem tudok mondani, úgyhogy nem tetézem azt, amit te